Sziasztok, én Vera vagyok, ez itt a Kávé és Smink YouTube csatorna. Hoztam nektek egy havi kedvences videót, amiben sminktermékek lesznek, és ilyen parfüm, dezodor, ilyen szépségápolási cikkek. Kezdjük is ott, hogy alapozó. Ebbe a hónapba kaptam egy alapozó mintát Adéltól egy csomagban. Ez a Dior Forever-nek a 2N árnyalatú alapozó mintája. Megmutatom, nagyon cuki kis tégelybe van. Ezt használtam, hát már most 4-szer, azt hiszem. Most is ez van rajtam. Szerintem nagyon szép, mert egyáltalán nem ül be a ráncaimba. A homlok ráncomba se egyáltalán. Ez egy ilyen kis kiszerelés. Ez szerintem nagyon cuki. Nem tudom, hogy hány milliliter lehet benne. Hát szerintem olyan kevés van benne, hogy nem is mutatják. Ilyen 1 milli is lehet. 3 milli. És már 4-szer használtam, és úgy szoktam csinálni, hogy egy-egy cseppet teszek a két arcomra, a két orcámra, a homlokomra egy kicsit, meg az államra még kevesebbet, és ecsettel eldolgozom. Most nem mentem át rajta szivacsal, mert így is nagyon szépen eloszlott, és szerintem bőven elég. Van egy olyan fedése, ami még nem látszik, tehát a nagyobb anyajegyeimet azt átsejteti, de gyönyörű szép, és egész nap szép marad. Nagyon megtetszett nekem ez az alapozó. És még mindig van benne, tehát még szerintem egy adag van benne. Igaz, hogy úgy tárolom az asztalon, hogy mindenképpen így legyen, de nekem nagyon tetszik ez az alapozó, és most használom azt hiszem 4-szer, és most van alatt a primer is, most így próbáltam ki, de nagyon szép ez az alapozó, úgyhogy ebben a hónapban ez lett a kedvenc, úgyhogy ez egy szerelem. Nagyon örülök neki, hogy kipróbálhattam, és nekem nagyon tetszik. Aztán személypuder palettát nem tudok idehozni, mert szinte minden nap másikat használok, úgyhogy abban most nem volt kedvenc, mert azokat próbálgatom, úgyhogy szerintem nem használtam egy palettát 2-szer, mert próbálgatom őket. Highlighter. Kaptam szintén Adéltól egy Beccás highlightert, ami nagyon szép, ilyen pezsgő színű, és szerintem, nem tudom, hogy mutatja meg a videóba, tehát nem sötét, de gyönyörű szép színe van, és ilyen pezsgős színű gyönyörűség, hát nem hiszem, hogy fog, hát itt van. Az a baj, hogy nem tudom megmutatni. Aha, itt van. Szóval nagyon szép, gyönyörűen eloszlik az arcon, és nem emeli ki a ráncokat. Nekem nagyon tetszik, tehát igyekszem nem a ráncaimra tenni. Nekem nagyon tetszik, nagyon cuki kis kiszerelése van, és örülök neki, hogy használhatok egy ilyet. Nagyon kis luxi. Hát ezt nagyon sokszor használtam, hát szinte őt használom, mióta megkaptam. Ja, mert az 5 smink 5 kihívásos neszeszerbe is benne van ugye ez a highlighter paletta, ezt használtam 1-2-szer, de utána mindig visszanyúltam a Beccáé, úgyhogy mióta megérkezett, kb. 5 használtam csak, nagyon tetszik, nagyon örülök neki, és köszönöm szépen. Púder. Van egy púder kedvencem is, mert ezt nem régen fedeztem fel, és azóta ezt használom. Ugye én nem sűrűn váltogatok púdereket, de ez a Maybelline-nek a Fit Me púdere. Hanyas árnyalat? 105-ös Natural Ivory árnyalat. Nekem ez nagyon tetszik. Nem emelik ki a szemem alá, ha be is ül a korrektor, el tudom dolgozni, de nem emelik ki, és nem ül rajta az alapozó tetején, úgyhogy ez egy nagyon jó púder. Nekem nagyon tetszik, mióta megvettem, szinte csak őt használom, de mivel az 5 smink 5 kihívásos neszeszerben ugye benne van az a rimmeles púder alapozó, ez nem olyan szép, de nyilván, mert ez púder alapozó, ennek vastagabb a fedése, úgyhogy én ezt nagyon, ebben a hónapban nagyon sokat használtam, nagyon tetszik nekem. Szerintem érdemes kipróbálni, figyelgetni kell a Maybelline-es állványt, 2002 körül van, akcióban szerintem 1008, úgyhogy hány grammos? 9 gramm van benne. Ugye a csomagolása olyan, hogy ilyen felnyitós, és van benne egy kis szivacs, meg egy kis tükör, úgyhogy hát végül is csak ennyi a termék, tehát egy kicsit kamu a csomagolás, de abszolút megéri szerintem az árát, mert ez tényleg egy nagyon jó púder. Aztán rúzs.
Most nagyon sokat használtam, mert szerintem azért, mert ez volt itt kéznél, ezt a Avon Luxos rúst, nem tudom, hogy mutassam, Avon Lux, ebből a Runway Plumpot, ez a színű, vagy ilyen színű, ez a szám színével majdnem megegyezik, most is ez van az ajkaimon, és szerintem nagyon szép, krémes, nem a legtartósabb, mert ha kimegyek most reggelizni, akkor eznek annyi, de nagyon kényelmes rúzs, nem drága, avonos, úgyhogy merem ajánlani, hogy nézzetek szét az Avon katalógusba, ilyen 1700 forint környékén szokott lenni. Aztán ecseteket is kaptam Adéltól, és őket használtam, mindegyiket szinte. Van itt ugye Nix is, meg volt még egy kis Nixes, amit nagyon szeretek. Van olyan ecset, amit nem fogtam be, mert ugye ebből a fehér szőrű kis ecsetből van nekem 3. Kettőt befogtam, egyet nem. Úgyhogy ezeket az ecseteket nagyon szeretem satírozáshoz, mert nekem teljesen jól idefér, és nagyon szépen el tudok vele satírozni színeket, meg széleket. Úgyhogy ez a kettő be van fogva, nagyon tetszik. Aztán satírozáshoz még ezt a lapos fejű ecsetet is szeretem, mert ez ilyen hosszúkás, lapos, egy kicsit lazábban fekszik, és ezt is szoktam ide fel mindenféle satírozáshoz. A lapos ecseteket azokat szín felvitelére szoktam, vagy hogyha valamit nagyon koncentráltan szeretnék eldolgozni, vagy felvinni, ezt a kis laposat, ezt arra szoktam használni, hogy az alsó szempillasorba felvinni a festéket és eldolgozni, nagyon jó. Tehát ezek az ecsetek tök jók, őket használtam most szinte, pedig több van a pohárba. Aztán a Nixes satírozó ecset, ugye ez olyan, mint ez, csak nem olyan hosszúak a szálai, tehát egy kicsit merevebb, úgyhogy, hogy mondjam, nyomatékosabban lehet vele satírozni, úgyhogy ez is tök jó, ez ilyen párba van, nagyon cuki. Aztán van egy ilyen lapított kerekfejű ecset, az a baj, hogy ott nem látni, vagy látni? Egy ilyen lapítottabb kerekfejű ecset. Ezt nagyon szeretem arra, hogy a highlightert a belső szemzugba, meg a szemöldökcsont alá felvinni. Nagyon szeretem ezt a kis ecsetet erre használni. Érdemes próbálkozni az ecsetekkel, hogy melyik mire jön be neked, mert most például egy alapozó ecsettel szoktam bronzosítani. Tehát alapozáshoz nem szerettem annyira, mert a második után már összeálltak a szőrei, meg mindjárt mosni kellett volna, viszont bronzosítani meg nagyon jó vele. Úgyhogy most ezzel szoktam. Érdemes próbálkozni, meg cserélgetni az ecseteket, úgyhogy ebben a hónapban őket használtam a legtöbbet. Egyrészt, mert az újdonság erejével hatottak, plusz van még egy ilyen bronzosító ecset, amit szintén kipróbáltam, ilyen kontúr és bronzosító. Szintén kipróbáltam erre a feladatra, és nagyon jó, nagyon szépen felveszi a festéket, ez egy mekkes ecset. Nagyon szépen felveszi a festéket, mert nagyon sűrű, és szépen el is dolgozza, mert hogy ahogy húzod, így kilapítja, és eldolgozza a bronzert, nagyon szép. Meg hát ugye így is lehet használni, ugye a homlokhoz is tök jó lehet, szóval őt is használtam. És nagyon tetszik nekem, és nem csomósodik össze a bronzosítótól, úgyhogy az meg különösen tetszik, hogy nem tartja magában a festéket, alig bírtam kimondani. Aztán parfüm. Az Avonnak ez nem is parfüm, hanem mindjárt megkeresem rajta a magyar szöveget, deo spray, ez a parfüm helyettesítő, de nagyon szeretem az illatát, és most ő van itt az asztalomon másodmagával, de valahogy mindig érte nyúlok. Ez ilyen nekem ilyen nőies illat. Ilyen elegáns, édes nőies illat, úgyhogy most őt használom. Ennek van egy parfüm változata is az Avonnál, de én ezt vettem meg valami akcióba, és nagyon jó illata van. Úgyhogy most ő volt a havi kedvenc, nagyon sokat használtam, mondjuk nem látni rajta, de igen. Úgyhogy most ő. Lehet jövő hónapban valami mást veszek elő, hogy cserélgessem a parfümöket is. Aztán dezodor, hát most nálunk a Dove originál van, ami nagy kedvenc, úgyhogy ebből van még egy, mert dupla csomagba vettem, szerintem egész hónapban, még a jövő hónapban is kitartunk vele.
Mostanában csak dabdezodorokat szoktam venni. Nagyon szeretem az originált, a púdereset, az a póveres, az a rózsaszín sima púder, mert annak meg olyan finom babapopó illata van. Nagyon szeretem a DAF termékeket. Mivel nekem nem érzékeny a bőröm, így engem nem zavarnak az ilyesmik, úgyhogy az alumínium sóval is el vagyok, mert azért annyit nem használok belőle, szóval. Szerintem ennyi volt a termék, amit ide készítettem magam mellé, akkor jöjjön most az a része a videónak, amikor elmondom nektek, hogy mivel elértük a 200 feliratkozót, szeretnék csinálni egy nyereményjátékot, amiben lesz egy avonos parfüm, ez egy nyári kiadású Summer White Rio parfüm, ezt szeretném beletenni a csomagba, meg egy Friends palettát, aminek mindjárt megmutatom a belsejét, mert ugye nekem ez a paletta megvan, és egyszerre rendeltem kettőt a Pink Pandáról, hogy direkt, ha elérjük a 200 feliratkozót, akkor tudjak nektek is kisorsolni egyet. Ugye így néz ki belülről ez a paletta, szerintem nagyon változatos, sokféle sminket lehet vele csinálni. Hétköznapi használatra szerintem abszolút jó, és erre gondoltam, hogy egy ilyet fogok kisorsolni köztetek, mégpedig az a feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, hogy kommenteljetek egy valamit a videó alá. Tehát, hogy írjatok nekem kommentet, meg hogy legyetek feliratkozva a csatornára. Ez a kettő feltétele van, akik kommentelnek, azok és fel vannak iratkozva, azok között fogok sorsolni. Úgyhogy meglátjuk. Szerintem adok rá egy ilyen 2 hetet. Úgyhogy legyen az, hogy február 15-én fogom beírni a megjegyzések közé, hogy ki nyerte el a palettát, ki nyert a videó alatt. Tehát február 15-ig lehet jelentkezni a játékra. Úgyhogy kommentelsz egyet ez alá a videó alá, és feliratkozol a csatornámra. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, légy szíves a csatornámra. Millió puszi nektek, sziasztok!